Nyíregyházán már a múlt héten megkezdődtek a légi permetezések. A közösségi oldalakon számos képet láthattunk az An-2-es, más néven Ancsa típusú repülőkről, ahogy a város fölött alacsonyan szállva írtják a szúnyogokat. Nyíregyházán és a megye településein szerdától egészen a jövő hét végéig végeznek gyérítést földön és levegőben egyaránt. Lehetett eddig is levegőből permetezni, de az a kémiai szer, amit használtak, az a vegyszer, annak az engedélye járt le, tehát az Európai Unióban annak a szernek az engedélye járt le, és ezért azt a szert, amit most fognak használni, tehát most már használnak a kollégáim, azt kellett engedélyeztetni egy ilyen egyedi eljárásban. Ugye a módszerek, a szerek kijutatásának a módszere is változnak, változékonyak, mert lehet a levegőből, lehet a földről, és lehet kémiai szert, lehet biológiai szert, ennek mindnek más a funkciója, és nyilván máshogy jut el a vérszívókhoz, van amelyik a lervát pusztítja el, van amelyik meg már a csípőszúnyogot. Amit most tapasztalatnak az emberek, hogy ugye folyamatosan csapkodnak, tehát rengeteg a szúnyog, ezek a már kifejlett szúnyogok, ezek biológiai gyérítéssel nehezen érhetőek el, tehát a leghatékonyabb bennük az, hogyha a levegőből, amikor ugye röpülnek. Az ország számos területén továbbra is tömegesen vannak jelen a szúnyogok, ezért a légikezelés már a múlt héten kezdetét vette, azonban az időszakos engedélyezés csak 180 napra szól. A következő hónapok és a jövő évi szúnyoggyérítési tervek a katasztrófavédelemhez érkezett bejelentések, valamint a szakemberek vizsgálatai alapján készülnek el. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében erre a hétre légi kémiai gyérítést több mint 9000 hektáron terveztek, és a földi kémiait az pedig 16.865 hektáron, tehát eléggé kiterjedt lesz ezen a héten a tevékenység, eléggé sok településen fognak találkozni az ott élők valamilyen módon a kollégáimmal, a kollégákkal, akik megpróbálják őket megszabadítani a szúnyogoktól. A földi kezeléseket napnyugta után az éjszakai órákban végzik, míg a légi védekezési munkálatok naplemente előtt zajlanak. A lakosság is sokat tehet a szúnyogok ellen, a víztározó edények gyakoribb ürítése vagy letakarása, illetve a szúnyogirtó készítmények használata is megakadályozhatja a lárvatelepek fejlődését, valamint a szúnyogok további szaporodását.